Üdvözlök mindenkit, én vagyok! Srácok, jön egy kis Division 2, és bevallom őszintén, mostában nem játszottam olyan sokat a játékkal, és megkérdeztem magam, hogy miért nem. Mi lehet a baj, amitől a Division 2-re úgy gondolok egy kicsit, mint a Titanfall-ra. Egy, egy jó játékra, amit senki nem játszik, és így... Uh, hogy, hogy is van ez? Ettől függetlenül egy... és Magyarországon is látom, mert része vagyok ezeknek a Discord közösségeknek, ahol a Division 2 él. És egy ilyen hogy mondjam, egy ilyen kor játékos bázis van, aki életben tartja uh, a játékot. És ezt is hozzáteszem, hogy nagyon sokan viszont a Division 2-ről visszamentek Division 1-re, hogy mit teszi fantasztikussá azt a játékot. Az 1.8-as patch után a Division 1-ről uh, mindenki egyhangúan úgy vélte, hogy ez egy jó játék lett, és én ezzel egyet is értek. A Division 1 1.8-as patch -e után egy jó játék lett. De mi tette esetleg olyan jóval a Division 1-et, ami esetleg így elhozhatja a Division 2-höz is ezt a, ezt a dolgot. Ezt fogjuk kielemezni, hogy mi a helyzet jelen pillanatban a Division 2-vel, milyen update jön, és hogyan befolyásolhatja az elkövetkezendő update a Division 2 élet folyamát, és mint látjátok a címet, hogy mostanra lett egy komplet játék a Division kettő, és mit gondolok ezzel kapcsolatban. Néhány kis gondolat kifejtő. Kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok a játékot. Remélhetőleg olyanok is fognak kommentet írni, akik... Um, hivatásszerűen játszanak uh, ezzel a játékkal, és megcáfolják esetleg a véleményemet, mert hogy másképp látják benne, egy más, valami olyat tudnak esetleg nekem mondani, amitől uh, a játék újra vonzó lehet. Mert számomra a Division 2-nél egy apróbb hát nem probléma. Mint mondtam, és ezt is fenntartom, a játék, hogyha kiadsz érte pénzt, rengeteg órányi játékidőt ad, és még azon felül, ha csak a single player tolod ki, azon felül egy kicsit elkezdesz jobb bildeket csinálni, egy újabb jó pár játékórányi tart. Szóval, mindenképp visszahozza az árát, a játék, a megfelelő szórakoztatás megkapod forint per órára, és, és kitartja az árát ez a játék. De, ugye, hogy az ember bele akar merülni, ott már kezdődnek uh, problémák. Uh, nézte volt egy videóst, ahogy a, az új title update-et fog, uh, foglalta össze, hogy mi várható, és erre is rátérünk majd, és kimondott egy um, egy uh, érdekes mondatot, mi szerint a Division 2-ben úgy érzed, hogy te az ügynök uh, némileg hátrányban vagy mindenki máshoz képest. Igen, egy kicsit így van megcsinálva a, a, játék, hogy egy kicsit hátrányban érez magad, mindegy mennyi armor csinálsz, mindegy milyen bildet csinálsz, így is úgy is uh, meg fognak tudni lepni a mobok, és úgy érzed, hogy egy kicsit összecsuklasz. Tehát csinálsz egy OP bildet, látod, hogy ú, de kurva, itt tölt életet, vagy ekkoros sebzést ki tudsz osztani, és... Uh, bár ezen úgy a téren voltak problémák. Tehát a Division 2 is egy cikluson ment keresztül, de a lényeg, ami lényeg, hogy, és ez, ez ütött meg a mondatában, hogy akár mennyit játszol, akár mennyit buildelsz, akár mennyit lootolsz, mindig úgy fogod érezni, hogy egy kicsit összecsuklasz az enemi nyomása alatt, ha valami nem a terv szerint megy. És végig gondoltam magamban, hogy hát lehet, hogy valahol, valahol lehet ez a baj. Annyi féle fajta Bildet csináltam már a Division 2-be, amit kijött, azért elég sokat grindoltam, ugye? És annyi féle fajta buildet csináltam, némelyik jobb volt, mint a másik, de még, de mindig benne volt az az egylövéses faktor, hogy úgy mondjam, a, a játékban. Mindig benne volt, hogy valami meglepetést tud okozni. Egyszerűen nem feltétlenül tudtad, hogy kikerülni a rendszer, mint ahogy a Division 1-ben. Ha a Division 1-ben tank akartál lenni, akkor az isten szerve, tank voltál, és semmi nem tudta ezt megakadályozni. Ha a DPS akartál lenni, akkor a DPS voltál, a support akkor support, és mindenkinek megvolt a maga öm, szerepe, és olyan szinten mind maxolhattad azt az adott bildet, ami öm, majdhogy majd, hogy nem, ugye sebezhetetlenné tett, és a build úgy működött, ahogy az ki volt találva, és nem feltétlenül okozott a játék neked über meglepetést. Uh, mire gondolok itt? Például, hogy a Division-ben, ha volt egy healer, és az ki volt bildelve hírre, akkor ott az élete a DPS karakternek, ha a közelében volt, nem mozdult meg. Aki emlékszik még ugye a Division 1-re. Uh, Division 2-ben nincs ilyen itt, itt konstans figyelni kell, ami nem egy rossz dolog feltétlenül, csak hogyha az ember neki fog a grindnak, hogy már pedig ő felbúztolja magát, és jó erősre teszi magát, akkor elvár egy bizonyos fajta feedbacket. Hogyha összeadodnak a számok, kijön a build, és jól működik, elvársz egy bizonyos feedbacket a játéktól vissza, hogy hé, ügyes voltál, igen, na, ez az, ez az, ami ezt a pályát ezen a szinten kiüti. Szóval, és ez valahogy úgy érzem, nincs meg a Division 2-ben. És, és akár mennyire szeretem a játékot, lehet, hogy ez az, ami eltántorít a játéktól, hogy nincs meg a jutalom érzés az egészben. Kivéve, hogy egy Uber DPS bildet csináltam, na akkor aztán végig mindenen, és kész. A, le a Legendary mission gyakorlatilag a DPS uh, mindent Szóval, ez, ez egy kicsit olyan vicces volt, természetesen azért húztak a skilleken, és most már a skillek kurva jól működök, és ezt nagyon nagyon élvezem a Division 2-ben, és ez, azért feldobta egy kicsit a játékot, feldobta egy kicsit a skill itt ott átalakítottam, de az érzet még mindig ugyanúgy ott volt, hogy, hogy valahogy nincs meg a jutalom érzet, amiután órákat grindoltam egy, egy jó szettért, és csak, csak megcsuklik valami Insta eseménytől, valami ki nem számított valamitől, ami, amiért készült a build, még mindig ugyan, ugyanazon eseménytől előfordulhat, hogy, hogy, a karaktered nem úgy működik, ahogy, ahogy ez ki van találva. Nem tudom, hogy ez, ezzel ti hogy vagytok, ezért kértem, hogy esetleg van olyan, aki hi hivatás szerint játszik ezzel a játékkal, hogy ezt cáfolja meg, de én ezt éreztem uh, ki a játéktól, játékból, és voltak jó bildjeim, tehát nem, nem is az, tehát nem olyan über nehéz a Divisionben voltak jó bildjeim, mm. és még így is úgy éreztem, hogy valahogy a játék nem akarja jutalmazni mindezt. És elérkeztünk ezen a ponton a videónak azon, ahol kijön az új update, hölgyem és uraim, és ha emlékeztek, az 1.8-as update után a Division 1-ben kijött az a rész, ahol ki lehetett, hogy úgy mondjam, tökéletesíteni a fegyvereket. Betörtél más fegyvereket, és ráhúztál az adott fegyver statjaira. És most ez jön a Division 2-ben is. Tehát, ha újabb fegyvereket farmolsz, továbbá frakciónként lesz egy különleges nyersanyag, mindenki frakciónak a saját nyersanyaga, azokkal kombinálva egyes statjait, nem mindet csak egy statját adott fegyvernek, gírnek, stb., kihúzhatsz maximumra. Ha például a szerencséd van, és maximum crit damage van, és maximum damage van, és mondjuk csak egy négyes crit chance akkor azt a négyes crit chance mondjuk kihúzhatod hatosra. Ami ami ugye engedi a min-maxolást. Nem tudom, hogy ez fog-e adni bármiféle jutalomérzést majd a, a játékban, mert a játék kicsit úgy van megcsinálva, hogy te vagy a hátrányban a, az NPC-kkel szemben, de minden esetre, amire ki akartam ezzel lyukodni, hogy amikor a Division 1-be behozták ezt a rendszert, akkor ért véget a játék, és nem sokára rájelentették be a Division 2-t, hogy már egy éve dolgoznak rajta. És, és úgy néz tehát az emberek úgy hiszik, blogposztok, stb. beszélgetnek erről, hogy ez lesz az utolsó update a Division 2-re, ahol már a játékot el fogják hangni, mert hogy átmennek bármilyen fejlesztésbe. És a különböző devstreameken is, ugye a State of the Game-en sem látni már egy-két arcot, akik eddig általánosan ott voltak. Több mint valószínű, hogy azért, mert más projekteken dolgoznak. A PVP-ről egyáltalán nem esik szó, szóval valószínűleg azt hanyagolják és mellőzni fogják úgy, ahogy van. És a következő update-ekben valószínűleg a Sumitra, tehát az új toronyra, a 100 toronyra fókuszálnak, ami számomra őszinte nagyon nagy csalódás lett, nagyon egyhangú és nagyon unalmas, de elméletileg fel fogják dobni különböző challenge és ezen challenge-ekért cserébe értékes a gírhez juthatsz hozzá, és némi challenge természetesen nem lesz könnyű, de nem is várnék kevesebbet a Division 2-től. Szóval mit gondoltok ti? Hogy áll jelen pillanatban a játék? Neked is van ilyen érzésed, hogy hogy a játék nem jutalmazza az erőfeszítésédet, amikor összehozod végre azt a vágyott bildet. Hogyan látjátok ti a rédeket? A rédek elméletileg egy uh, kihívásokkal teli um, élmény kellene, hogy legyen, és ettől független annyi biztos, hogy az első pár alkalom, alkalommal kihívásokkal teli élmény, amíg nem jössz rá a mechanikájára a dolgoknak, és amint rájössz a mechanikájára a dolgoknak, az, az emberek elkezdenek világrekordokat dönteni a rédekben. És a rédekben nem az van, hogy a, a mechanikák, amiket kitaláltak, tök jó kihívás nyújtanak, és csapat koordinációt kíván, ami nagyon jó élményt nyújt egy csapat számára, hogyha együtt tudnak dolgozni, viszont a rédekben is megvan ez a faktor, hogy jön egy mob, egy pillanatra nem figyelsz, és meg fogsz halni, vagy vaipolódik az egész csapat, és csak azért, mert egy pillanatra valaki nem figyelt oda, de hát azért van a build, hogy az ilyen pillanatokat, ugyebár, ahol esetleg nem figyelünk oda, a build. Megoldja neked, hogy észbe kapja, hogy ho, ho, valami történik, és adjon egy pillanatnyi lélegzett időt arra, hogy korrigáld esetleg azt a hibádat. És ja, úgy érzem, hogy a Division 2-ben ez annyira nincs meg. Ez a, a, ez, a, ez a rédekre kifejezetten. A küldetések maguk egy jó bildel híróik szinten is szólóban is le lehet vinni őket. Üm, viszont ott is, azokon a pályákon is, hogyha eltérsz a megszokott útvonaltól, vagy a megszokott stratégiától és taktikától azon az adott pályán, azzal az adott bildel, akkor az egész már összecsúklik. Ha már csinálok egy bildet, azért csinálok egy bildet, hogy a pályának a struktúráját kicsit felborítsam, és a saját stílusomat rakjam bele. Tehát, hogyha egy tankbildet csinálok, akkor szeretnék haladni tankként, el tudni nyelni egy-két damage-et, a dolgokkal, de úgy érzem, hogy ha nem követek egy bizonyos útvonalat, még tanként is, akkor a játék igen meg fog büntetni azért, mert hogy én úgy szeretnék játszani. Nekem ilyen érzésem van. És most, hogy a Division 2 megesett, hogy újra, hát egy jó játék lesz, így is jó játék, de hogy még jobb játék lesz, behozzák az utolsó title update-et, és ugye kihozzák ezt a min maxolás dolgot, ahol min maxolni fogod a gíredet, a számítra adnak challenge és a többi. Lehet, hogy a Division 2 megér egy újra egy próbát, és most fog elérni olyan stádiumba, ahol jó játéknak lesz titulálva, és nem csak a kor játékos bázis fog vele játszani. És ezen a ponton megemlítenék még egy olyan dolgot, hogy, hogy ugye ilyen kisebb kihagyásokkal játszom a játékot, ugye update-ről update-re mindig visszamentem tesztelni, és egy kicsit röhelyes volt, hogy a legópébe bildjeim még mindig végigvittek pályákat, mindegy milyen szinten, még mindig sikerült végigvinni Heroicon pályákat, vagy egy csapattal legendary uh, végigvinni, és, és így megkérdez az ember, hogy mi változott. Na jó, ez csak ilyen uh, kitételnek, oda raktam, egy ilyen lábjegyzetnek uh, oda Remélhetőleg ez a mind maxolás mindenképp segíteni fog játékosoknak, hogy a, a vágyott felszerelést, végső felszerelést elérjek, de én is attól félek, hogy ez lesz az utolsó update Division 2-re, és innen tovább valószínűleg bejelentik a Division 3-at, és egy másik videóban hamarosan, ami feljön a napokban, arról fogunk beszélni, hogy a Division az RPG játékok kurvája. Nem a Division, bocsánat, a Ubisoft az RPG játékok vája, hogy így mondjam. De hogy mire gondolok ezáltal, ha meg szeretnéd tudni, akkor iratkozz fel a csatornára, én nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet. Ö, vitassok is, srácok, kérlek kommenteljetek a szekciókban, ahova kell. Nagyon köszönöm a figyelmet, sziasztok!